régi községházát is a saját elkén építettem bele. Ó, tehát én pályák, fotballpályák, azok is igen. Saját birtokból lettek a strand, az egész rész, Mólóig. Igen, érdekes dolog, mert akkor a elméletileg a Balaton nádasa is magántulajdon volt. Igen. Igen, és azért kaptunk mindig minden decemberben, jól emlékszem, nem tudom hány, mennyi halat. Azóta se szeretem a halat. Igen. Vagy mondhatnám azt is, hogy nem szerettem meg a halat azáltal, hogy mindig halasztunk. Akkor én azt szeretném, én nem a családdal foglalkoztam, hanem a családdal annyit emelit agálgasztom, mert akkor még hosszabb lett volna, hogy amit én is kevésbé tudok, hogy mi történt ugye a családdal a Gágaston halála után, és mi történt mondjuk 40-45 utáni időszakban. Hát kellemes nem volt, az biztos. Ez egyetetek. Ami esetleg a városra tartozik, hogy... Én éppen a Marikának mondtam, hogy ugye mindent leállamosítottak. Kaptunk 4 napot, hogy kiköltözzünk a házból, a kastélyunkból, mondjuk így, és akkor költöztünk be az acsádi épületbe. Márta néni megengedte, hogy beköltözzünk, és ott voltunk nem tudom meddig. És akkor rájöttek arra, hogy a Márta, a Szibertné, ugye, hát az tulajdonképpen ki, és akkor adtak neki nem tudom hány napot, hogy onnan menjen, de mi még voltunk jó pár hónapig, és akkor ugye nem a bogláriak voltak a problémák, hanem akiket behoztak boglárra, és ők nem tudták, hogy ki kicsoda addig, amíg ki nem derült. És akkor adtak nekünk is 4 napot, hogy menjünk. De nem azt, hogy ide vagy oda, vagy keressünk helyet magunknak. És akkor költöztünk a Hétház utcába. Akkor az Miklós megengedte, hogy oda kaptunk 2 szobát, konyhát, és a híres vécét a hegyoldalba. ez az igazság. Úgyhogy, és ugye az apám az akkor már tüdőbajos volt, és neki természetesen kellett a saját szoba, nehogy, ugye én voltam itthon, a nővérem már férhez, a édesanyja már férhez ment, és a gazdi meg munkaszolgálatban volt. Úgyhogy mi voltunk a másik szobában, és azért kellett külön, hogy engem meg ne fertőzzön az édesapám. Azért voltak ők külön. És akkor aztán dolgoztam az MTH-ba nyáron, meg nem tudom milyen nyaralók voltak, és amikor jött az 56, akkor az én barátnőm, a Lenke, azt mondta nekem, várja, neked innen menned kell. A cukrászdában dolgoztam neki, ő volt a cukrászda vezetője, és akkor mindig, amikor megtudták, hogy ki vagyok, akkor kirúgtak. Akkor Lenke fölött a vonatra, bement a központba, és elintézte, hogy visszamehessek. Akkor jött, na, gyere már délután dolgozhatsz. Ezt meg nem tudom hányszor. Ez így ment. Nem tudom hány, nem emlékszem hány alatt töltöttem ugye a cukrászdába, de meg télen is készítettük a suhajdákat. Tudja mi a suhajda? Nem. Ilyen kis pici csokolád és ilyen fél bombonszerű alakú dolog. Azt megtöltöttük finomságokkal, nem emlékszem rá, mivel kakaós, akármivel, meg csokoládés töltelék, meg vaníliás töltelék, és akkor a tetejére rá kellett tenni egy csokoládé réteget, ha bepakoltuk a színes, minek hívják, sztaniolpapír, igen, dobozoltuk, és ment a
hol volt a vendéglátónak akkor a székháza, azt hiszem föl, nem föl, föl, mindegy, valahol a Balatonparton, és azok akkor ment, és azok osztották szét, adták el mondjuk itt az országban mindenhová. Ezt hívták Suvajdának. De hát ez így van az, hogy engem mindig kirúgtak, és akkor Lenke mindig elintézte, hogy én. Tudja ki a Lenke? Azon gondolkodom, hogy nem akartam, hogy meg később nem azt a cukrászdát hívták Marika cukrászdának? Hol a Marika cukrászda? Hát a főúton volt, ami... Az volt a mor. Jó, az én gyerekkoromban hívták már úgy, hogy Marika cukrászda. Az már az én időkben. Nem, de hát ez a 60-as évek, amikor is kisgyerek voltam, tehát 60-as évek elején, emlékszem rá, hogy a vasárnap az azért volt szép, mert akkor kaptunk fajlatot. Ez volt a minden nap. Állomásnál volt. Igen, arra fele volt. Hát akkor mégis csak, igen, csak mi azt már akkor, én úgy emlékszem, nem Dodor? Orvosi rendelő van. Igen, és ott az volt mellette. Igen. Hát az ott a útszélesítés miatt bontották. A halászkert is arra volt. Amit lebontottam, azt is arra volt. Egyet szeretnék kérdezni, és a testvére, a Gaston, miből élt? Tehát mit csinált, ha szabad kérdezni? Hát nem volt egyszerű az élete. Hogyan is kezdte? Igen, a New Yorkba ablakokat mosott. De még itt hol volt? Ja, itt van. Még 45 itt után még rosszabban egy. A munkaszolgálat után, akkor valami építkezésen dolgoztak ezek az úri emberek. Na jó csapat volt, mindig azt mondták, a legjobb csoport az építkezésben van, mert mindenki ott van. Hát a munkaszolgálatban is az összes unokatestvérünk ott volt. Ezek mindig találkoztak, hol itt, hol ott. Taszát építették, meg nem tudom, mit építettek. És akkor ő is dolgozott a vendéglátó, akárminek hívták. Ő is dolgozott, ugyanaz volt a történet. Megtudták, hogy neki még rosszabb volt, mert Gárd Gaston volt a neve, ugye én azért csak úgy elmentem a Mária névvel valahogyan. De hát őt aztán mindig megtalálták, mindig kirúgták, csak valaki mindig elintézte, hogy visszakerülhessen valahová. Akkor szintén ilyen vásárokra jártak eladni, akármiket, én nem tudom mit. Az is volt egy foglalkozása. Különben sok többre nem emlékszem. De hát megtanultuk az életet. Nem volt Amerika olyan nagy probléma. Egy unokabátyánk Szegről végről, aki szintén kint volt New Yorkban, azt mondta, hogy már csak az első 10 év a nehéz. De igaza volt, hát az első 10 év nem, de mire berázol, hát a Gábor is ügy a kint volt. Az első 10 év a kemény, ugye? Akinek az első 10 évben nem tudja megalapozni az életét, annak még nehezebb. Úgyhogy. És akkor melyik városban él most kint Mária? Tessék? Melyik városban teszik el? Én? New York. Én onnan nem mentem, ott kezdtem, ott vagyok. Nem is óvajtok máshova menni. Mindig hívnak, hogy menjek le Houstonba, mert a bátyám ugye az Houstonba telepedett le, és ott a család, 9 unoka, dédunoka is van? Az is van már. Ja persze, hogy van dédunoka is. Na, úgyhogy nem, bocsánat, csak unokák vannak, nincs még dédunoka. És mindenki, hogy menjek, költözzek le, én nem megyek Houstonba. És arra rá lehet kérdezni 56-ban, hogyan sikerült kijutni? Hát hosszú séta volt.
kezdtük teherautóval, Boglárról. A Gaszti nem is akart jönni, csak azt mondta, hogy lekísér. Gondolom, hogy úgy gondolkozott rajta, és akkor az utolsó pillanatban már mindenki fönnfotta. Nem csak mi voltunk a teherautón, a vendéglátó vállalatnak jó pár tagja ott volt, vezető pozícióban lévő emberek, és 17-en voltunk a kocsiba. Akkor elvittek bennünket, ugye volt a határsáv, és azon, csak azon belül már csak engedéllyel lehetett menni. Na most a sofőr az határsávi sávon belüli lakó volt, úgyhogy ő neki volt engedélye. Így kötöttünk ki a határsávon belül egy házba. Nem tudjuk, hogy kik a házában, hát ez meg volt nagyjából ő általa szervezve. És akkor jöttek mondani a következő faluból, hogy vigyázzon, mert az oroszok éppen raziát tartanak. Na jó, hát akkor kicsit várni kellett. Utána jött a szekér, arra feltelepettünk valamennyien, és egy másik faluba, egy másik házba, ahol szerencsésen az oroszok éppen jöttek ismét, úgyhogy, de én meg vagyok győződve, hogy ezek nem akartak senkit megtalálni. Mert az ágy alatt nem, ott keresem először az embereket, meg a szekrényekbe, hát ezek nem nézhet, ezek bejöttek, aztán elmentek. Úgyhogy úgy szintén mondták, hogy vigyünk vodkát, ez volt még a, visszamegyek a teherautóra, hogyha megálltanak bennünket, akkor nyújtsunk ki egy üveg vodkát, semmi bajunk nem. Ez, hát ez így is történt. Aki ott ült legsz, az odaadta a vodkát. Merre megyünk? Mondtuk, hogy merre, csak éppen a másik irányba. Fogalmuk nem volt nyilván, vagy nem akartak tudni róla, hogy ki mi merre van, mert boldogan elmentek a vodkával, és annyi volt. És akkor ebből a házból, második házból, már vezetővel kellett menni, nem, bocsánat, de igen, vezetővel mentünk, aki letett bennünket egy erdő szélén, hogy ő tovább nem jöhet, de az erdő után ott van az a sáv, ami fel volt aknázva. Elmagyarázva, el van gerebézve, szépen rendezett, és ott vannak az őrtornyok is. Na jó, hát ezt nem mind. Nekivágtunk az erdőnek, közben volt egy, mi az a pataknak a neve, folyónak a neve, ami, hol megy, na mindegy, nem tudom mi, itt Magyarországon, azon egy ócska tutajon mentünk át, és a Gaszti ugye mindig a úriember leghátsó volt, én mindig az első, mindig az utolsó. És akkor mi már mindjárt a túlparton voltunk, ő meg még azon a parton, én izgultam, hogy na most akkor, ha lőnek, akkor kit fognak meglőni elsőben. De hát erről szó se volt. És akkor utána jött az erdő, és gyalog voltunk, hát persze elvesztünk, nem tudom hányszor, mert az erdő nem volt egy olyan nagy erdő, de hát nem találtuk meg a hatását, illetve hát azt a kitisztított részt, de találkoztunk egy fiatal emberrel, aki éppen egyedül barangolt, mi is ültünk, mert már fáradtak voltunk, éjszakáról beszélek, és ez eldobott egy konzerves dobozt, na hát azt kellett csak mindenki, ez elkezdett, ez kicsit lejtős volt az ott gulumni, és akkor mindenki néma csend, és ez a fiatal ember, ez úgy döntött, hogy azért megnézi már, hogy ezek a nem tudom hányan, hogy ezek közé beszegülhet-e. Hát oda is jött, és akkor mondta ő is, hogy mi a terve. És akkor együtt mentünk, és akkor megtaláltuk ezt a
híres elgerebélyezett, tisztántart a csávot. A baj csak ott volt, pontosan az őrtoronnyal szembe érkeztünk. Na most akkor, ez pont a közepén volt ennek a sávnak. És akkor ott, hogy elbújva, csendesen tarakodtunk, hát most van itt valaki, vagy nincs itt valaki. Menjünk, vagy nem menjünk, vagy hol menjünk. Ez a fiatalember, ez azt mondta, hogy hát én ezt megreszkírozom, ha lőnek, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni. Hát ott senki nem lőtt, hála Istennek. Úgyhogy amikor ő átért Ausztriába, akkor visszakiabált, akkor már bátrak voltunk, visszakiabált, hogy gyertek. És akkor elindultunk, simán az őrtorony alatt. Lehet, hogy volt ott valaki, nem tudjuk. Akkor volt egy kis patak, a Hankai név jelent valamit. Na, az a család is rajt volt, ezek is bogláriak. Hát ismerjük Hankait. Van itt Hankai? Hát tudod, aki szerencsétlen járt a srácon, szóval ő is úgy hívják. Mert ez az egész család kijött. Utána járunk. Csak ezek Kanadába mentek, az a Hankai család. Én már azokat ismerem. Akik nem 56-ban, hanem később mentek ki. Ja. Hát igen, hát jó a fiatalabb természetesen. Amik a 60-as években még a... És hirtelen nem hiszem be a nevét, de Ausztráliában mentek többen. Pinka folyó lehetett? Pinka folyó? Nem a... Nem, még a Mura? Nem. Szerintem a Rábának a Rába. Rába. Én akartam mondani. Kérdezhetek, mert most, hogy eszembe jutott, én egy időben a Deklava Pali bácsival leveleztem. Én tőle is tudtam meg a Gálgasztorról, de az édesapjáról is, hogy az édesapja mennyire volt keseredve, hogy nem tudott segíteni. Ott volt ugye végig a Gasztornak a betegsége idején a szobában majdnem. És ő is írja, hogy ő is 56-ba ment ki, csak ő aztán Svédországon keresztül tud. Önök tartották esetleg kapcsolatot a Deklevával? Ő nem 56-ba ment. Nem 56-ba? Ne, jóval előbb. Ő 47 után ment. Igen, most akkor tévedtem. Igen. Ott neki szerencse volt, mert jó farmot vett meg, olajat találtak. Igen. Kedves leveleket írt, sem is meghalt. Igen. De a leszármazottaiból még élnek. Igen, írt a családról, nekem az egyik sajnos, hogy betegeskedett. De leírta szépen, hogy nehéz volt. Az első tíz év. Ez nagyon bevált, tényleg. És mikor jöttek újból Boglárra? Én nagyon korán visszajöttem, hát addig ugye a anya az többször kint volt. Nagyon szeretett New Yorkba lenni. Mindig egy kicsit illegálisan dolgozott. Csak utána, amit keresett, ezt mindig elment, volt egy kedvenc áruháza, azt elment, és akkor mindig elvásárolta. Még mindig megvannak a törölközők, amiket vásárolt, és az finom frottír törölközőket. Mondjuk másban ma nem emlékszem, de úgyhogy boldogan elment. Az szerette legjobban, volt ez a hölgy, akit el kellett kísérni, dolgozni, ő neki a problémája volt, ilyen mozgássérült volt egy bizonyos fokig, és nem mert egyedül az utcán menni, és akkor mami oda ment, elkísérte az irodába, akkor visszament, megvárta, elment érte, nem teljes napot dolgozott, azt hiszem 4 órában dolgozott, és akkor anya letette, és elment vásárolni, amikor fizetést kapott. Ez volt az ő karrierje New Yorkban, de mindig itt valamit mindig csinált, úgyhogy hát ez volt. A Gaszti meg ugye lekerült, visszatérve a Deklevájékra,
Basti New Yorkból azután, hogy ablakokat mosott, lement a Deklevának az olaj kutyáin dolgozni. Igen? Nem szerette, nem mondanom se kell. Egy pár hónapig csinálta csak, és akkor úgy határozott, hogy ő akkor elmegy és nem tudom miket árul. Ott megtanult árulni, megtanult közben angolul is, és megpályázott egy hirdetést, ami Houstonban volt, szintén reprezentálni egy vállalatnak a kemikai szereiből a mosószert, bocsánat, és nem, a mosogatószert, és meg is kapta az állást, úgyhogy ő lett annak a körzetnek a mindene, mert ő volt az egyetlen akkor, és akkor pár év után ő úgy gondolta, hogy ő saját vállalatot fog alapítani, és ugyanazt fogja csinálni, csak a saját szappanát fogja árulni. Úgyhogy találkozott valakivel, aki volt egy kisebb ilyen vállalkozása, aki készített. És ugye visszamegyek én is az 50-es évek, amikor Amerika egész más volt, mint most. Most már Amerika nem Amerika, nem tudom, mi de, na mindegy. A nehezebb kezdeni, ezt akarom mondani. Annak, aki ma jön, nem tudom, hogy jut előre tényleg. Biztos, hogy annak is megvan a módja, de nem egyszerű. Nem egyszerű. Úgyhogy, na és akkor elkezdte azt a vállalkozást, a vállalat beperelte, ugye konkurencia, és a Basti megérkezett egyedül ügyvéd nélkül, ezek meg ott voltak, három ügyvéd, az ő szavai, én nem voltam ott, három ügyvéd képviselte a vállalatot, és a Basti meg képviselte magát, és a bíró a Basti pártján döntött, úgyhogy ő nyerte meg a pert. Hát ez volt az én bátyám. A büntetése annyi volt, hogy 2 évig nem adhat el semmit azoknak a vállalatoknak, akiknek eladott. Hát ezek már alig várták, hogy a 2 év lejárjon, és majdnem mindenki visszajött ő hozzá. Úgyhogy, és ma egy virágzó vállalkozás, most már nem csak Houstonban vannak, hanem Austinban is, San Antonioban is, kis mértékben. De egy szép vállalkozást építettek fel, hát most már két fia is ott dolgozik, most már az unokákból is 2 ott dolgozik, de ez férfi munka végül is, főleg. Úgyhogy, mert ugye ők bérbe adják az ő mosogató képüket, de egy csomagot kell megvenni, és csak az ő mosóporukat használhatják. Van egy márka neve? Tessék? Van neve ennek a mosóporuknak, márka neve? Hát azt, ha van, én nem tudok róla. és ez nagy üzemi, tehát nem háztartási mosogatógépek, hanem éttermekben, kollégiumokban, ahol sokan vannak. Igen, így van. Úgyhogy, és szervizolják is a gépet, és ami hát nagy plusz, ugye, hogy éjjel-nappal. Úgyhogy a vendéglőknek, hogyha este 11-kor leáll a mosogatógép, akkor az, aki azt a környéket képviseli, Houston is egy nagy, hatalmas terület, akkor kimennek és szervizolják azt a gépet, hogy reggel az működjön. Nem úgy van, hogy ha csak egy van, hát ha több van, akkor természetesen nem annyira fontos. De még egy kérdést feltenni. A könyvírás közben azért az tudatosult bennem, hogy népes családod áll. Tehát a Kaposvár környékén is éltek akkor a
Zala megyébe, ugye oda költözött vissza a Gastonnak a testvére, ugye a hát ez az, ami én nem tudtam. Igen? Ezt maga könyvtől. Igen? Na hát akkor, hogy most van valami, mint a, hogy a gáloknak néha van találkozójuk, vagy így összetett? Én egy gált nem ismerek. Igen. Néha átmentünk Boglárra szemben. Réfülöpre. Igen, mert ott voltak a gál, Bandi azt hiszem volt igen. Az egyik. Mert temetésre onnan is jöttek, tehát onnan, igen. De nem Réfülöp, hanem ami mellette van. Jaj. Mi van Réfülöp mellette? Kővágóörs jöttek a rokonok. Tehát kővágóörs, és azt hiszem, hogy ott azért betegedett meg, aztán, mert egy lélegvesztővel átevezett kővágóörsre, mert valamit beszélni akart ott a rokonokkal. Mm. És vissza is evezett. És volt neki már előtte is a tüdejének probléma. Igen, a probléma. Igen. Azt nem tudom, hogy csak utalás van rá, hogy itt a Kunfi festő, aki ide települt a Somogytúrba a 1900-as évek elején, uh-huh. És később megírja az visszaemlékezéseit, és abban vagy két-három oldalt ír Gastonról. Uh-huh. És ő is leírja, hogy volt benne nála, mert súlyos beteg volt Pesten. De ez ennek csak ott van a mai, én nem találtam, de akkor azért úgy próbáltam összerakni, hogy többször volt neki ilyen súlyosabb betegsége. Uh-huh. És igen, végül is mégis is igen, az volt. Az említel, igen. Nem tudom, de volt egy vadászkutyája. Igen, még valamikor a nevét is tudtam. Na, mi volt? Nem tudom, csak ezt beírtam, de oda azt mindjárt, hogy ilyen súlyuk. Ben van, meg a képe is ben van, de jaj, hogy hívták? De a történet, arra nem emlékszem, hogy a történet is bent van, a kutyája, ugye a kápolnában volt eltemetve, amit aztán kiraboltak, illetve... Hm? Ja, azt akarom, hogy biztos. Miért nem szólsz? Na, mindegy. És a kutya állandóan oda ment, és ott pontosan a koporsó fölötti ablakhoz feküdt mindig oda. Igen. És mindig elhozták, és mindig visszament, és egy szép napon ott meg is történt. Hát tudtam volna ezt, hogy akkor... Szerintem valami, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Igen. Annyira szerette a gazdáját. És akkor tényleg az utolsó kérdés, amikor Boglárra megérkezik, akkor mégis milyen érzés Boglárra viszont, hogyan fejlődött Boglár? Úgy, ahogy akkor ugye elképzelték, vagy lehet, hogy rossz a kérdés, de amikor visszajön, hazajön, nem tudom most azt mondani, hogy hazajön, akkor milyen érzések? Hát ha engem megkérdez mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor biztos más mondok. Most már annyit járok, igaz, hogy a temetőbe főleg, de most már tényleg semmi. De Boglár azért mindig Boglár marad, neki is, nekem is, többi nem számít. Fonyol, Lelle, nem érdekes. Boglár az nekünk. A központ. Így van. Köszönjük szépen, hogy a kedves volt.